Üdvözöllek, itt Ülyei Szabó Zoárd. Ebben a videóban 6 olyan lépésről lesz szó, amelyek segítségével csökkentheted a migrén erejét és megjelenési gyakoriságát, vagy akár teljesen meg is szabadulhatsz tőle. A migrén a leggyötrőbb fejfájás típus, mely elsősorban lüktető fájdalomként jelentkezik, és általában csak a koponya egyik oldalán érezzük, tehát bal vagy jobb oldalon. A migrén az általában társul fény és zajérzékenység, hányás, hányinger és letargia is. A problémát megelőzi egy úgynevezett figyelmeztető szakasz, melynek hossza általában pár óra, mely alatt hangulatváltozás, nyugtalanság, ásítozás, depresszió, izgatottság, látászavar, étvágytalanság vagy erős szomjúság a leggyakoribb tünetek. A migrén lényegében azt jelzi a betegnek, hogy valahol nagyon mélyen a testben valami nagyon nincsen rendben. Így próbál figyelmeztetni a szervezetünk. Migrén esetén először is nagyon fontos, hogy vezesse egy naplót, mivel sajnos a tudomány nem tudja még ma sem pontosan meghatározni, hogy mi okozza a betegeknél a tüneteket. Tehát a naplóba feljegyezheted azt, hogy a migrén kezdet előtti 24 órában mit ettél, mit ittál, illetve milyen tevékenységeket végeztél, így a napló segített abban, hogy kiderítsd, nálad mi idézi elő a tüneteket. A migrén okait egyébként elsősorban nem az agyban kell keressük. Előidézheti a menstruációs ciklus hölgyeknél, okozhatja a kávé, illetve annak hirtelen elhagyása is. A legtöbb migrénes probléma mögött azonban a táplálkozásunkkal összefüggő okok állnak, tehát az elfogyasztott ételekkel és italokkal kapcsolatos a probléma. Ebből következik az első fontos lépés migrén esetén a táplálkozásunk megváltoztatása. A leggyakoribb étel összetevők, melyek előidézhetik a migrént, a glutén, a cukor, modern ételekhez hozzáadott adalékanyagok és a tömegtermelésből származó tejtermékek is. Egyél helyettük minél több zöldséget és gyümölcsöt és tiszta húsokat. Segíthet migrén esetén a barna rizs, a fekete áfonya, a hagyma, a napraforgó mag, a tökmag, a spenót, a cékla, a zeller, a brokkoli, a répa és a káposztafélék is, tehát ezekből fogyaszthatunk többet és gyakrabban. Érdemes készítened egy ételintolerancia tesztet is, amiből kiderül például az, hogy melyek azok az összetevők, melyek a testedben kiválthatnak reakciókat. A második a rendszeres edzés, a rendszeres erőkifejtés következtében bekövetkező izzadás. Az izzadás hatására távozni tudnak a fejfájást okozó stressz hormonok a testedből, javulhat a vérkeringés, csökkenthet az LDL koleszterin szintje és javulhat az alvások minősége is, melyek gyakran összefüggésben állnak a migrénnel. Tehát a rendszeres izzadással, futással, edzéssel nagy esély van arra, hogy csökkenteni tudod a migrén megjelenését. A harmadik az elegendő alvás. A testünk számára káros ételek gyulladásokat okoznak, sok migrénes betegnél megnő a C-reaktív protein szint a testben, ami a gyulladásokat jelző egyik marker. Az alvás fontos a gyulladás csökkentés szempontjából, illetve az agyunk regenerálódásához. Fontos, hogy minden nap meglegyen a 7-9 óra közötti alvásod. Készítettem korábban egy videót az alvásról, keresd rá a keresőben. A negyedik a stressz menedzselése. A stressz hatására is előjöhet a migrén, de egy nagyon stresszes nap után, ha hirtelen másnap nyugalmi állapotba kerülsz, például pihensz, ellazulsz, akkor is nagy rá az esély. Emiatt a kutatók azt feltételezik, hogy a migrén szoros összefüggésben van a hormonok gyors változásával a testünkben. Azaz, ha például gyorsan megnő a kortizol vagy a szerotonin szintje, akkor nagyobb valószínűséggel jelentkezik a migrén. Tehát célszerű inkább egy kiegyensúlyozottabb életmódot kialakítani és kerülni a hirtelen érzelmi és stressz változásokat. Az ötödik lépésben a monitoroknak és a kijelzőknek való kitettséget említeném meg. A számítógépek, a tévé vagy a mobiltelefonok kijelzője, a belülkáradó kék fény a szimpatikus idegrendszer aktivitását erősítik a testünkben. A migrén csökkentéséhez viszont a paraszimpatikus idegrendszerünket kellene inkább aktivizálnunk, például egy sétával a természetben vagy egy könyv olvasásával. Tehát olyan tevékenységekkel, melyek a relaxációt erősítik.
A hatodik és egyben utolsó lépésben nézzük meg a legjobb 5 étrend kiegészítőt vitamint migrén esetén. Az első a B2 vitamin, illetve mellé mindig célszerű a többi B-vitamint is szedni, melynek a legjobb forrása a sörélesztő. A másodiknak a magnéziumot említeném meg, amiből lehet akár napi 600 mg-ot is bevinni, és célszerű olyan készítményt választani, melyben szerves, azaz kelát kötésben van a magnézium. Harmadiknak a melatonint lehet kipróbálni. A melatonin nagyon fontos a jó alvásod, és sokat tud segíteni, pláne ha nehezen alszunk el. A melatonint lefekvés előtt célszerű bevenni. A negyedik a Q10 lehet, mivel nagyon sok migrénes betegnél kimutatható az alacsony Q10 koenzim szint. És az ötödik, de talán pont a legfontosabb, az almaecet. A migrén összefüggésben hozható például az áteresztő bélszindrómával és más bélrendszeri problémákkal is. Az almaecet hatására a gyomorban az ételek jobban lebomlanak, így javul a mikrotápanyagok felszívódása, illetve hatására kevesebb allergiát okozó anyag kerül át a gyomorból a belegbe. És végezetül érdemes a lelki okait is felkutatni a migrénnek. A féloldali fejfájás a gondolkodás vagy érzés egyoldalúságát jelenti, azaz, hogy a valóság egyik oldala fáj és segítségért kiált. Jelenti a helyzetek egyoldalú elfogult szemlélését is, tehát hogy az életben történő dolgokat túlzottan egyoldalúan értelmezzük. A migrén által a tudatalattink kierőszakolja a figyelmet, például egy párkapcsolatban, ha a hölgyek nem kapnak elegendő figyelmet a párjuktól. A megoldás felé vezető úton hangoljuk össze az érzéseinket és a gondolatainkat, szüntessük meg az egyoldalú gondolkodást, és kezdjük el egyben látni a világot. Összefoglalva még egyszer a 6 lépést migrén esetén, a táplálkozás megváltoztatása, a rendszeres mozgás, az elegendő alvás, a stressz csökkentése, a relaxáció és a pihenés és a megfelelő vitaminok pótlása. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, és tudtam vele neked segíteni. Ha vannak személyes kérdéseid, írd meg nekem e-mailben, és ha még nem tetted meg, ne felejts el feliratkozni, mert így értesülsz a következő hasonló videókról. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!